Ötödik fejezet Minisztérium és misztérium Ezt a hősi küzdelmet egyedül vívta meg. Az urával még azt se tudatta, hogy fölmondott Katicának. Titokban kereste föl Drumát is, akinek ügyvédi irodája már benépesült a kárvallott kommunisták rokonaival, mert híre terjedt, hogy micsoda ellenforradal már, s védelmét mindenki rá akarta bízni. Az ifjú ügyvéd különben is piros arca lángolt a história Ő ficsort készörömest becsukatta volna, legalább öt évi börtönt helyezett kilátásba, de a cselédügyet meglehetősen homályosnak vélte. Minden esetre levelet gépelt, melyet ajánlottan küldött el Bartosnak, fölszólítván, hogy a lányt a törvény értelmében haladéktalanul engedje el. Vizi csak azért járt haza, hogy behányja magába az ebédet vacsorát. Zorda nevett, idegeskedett, egy szót se szólt. Nem ismerte volna őt így csipcsup ügyekkel háborgatni. Ha megkérdezte tőle, hogy hová megy, honnan jön, csak ennyit mormogott. Minisztérium. Olyan rejtélyesen, mintha ezt mondaná, misztérium. Valóban az urának ez volt a titokzatosság, a közélet, a politika nagy távlata, és ami kívül esett, oly potomság, hogy nem is érdemes vele foglalkozni. A minisztérium ódon sárga épülete meghidzalja a Valahányszor átlépte küszövét, édes bizsergés csiklandoztas, már a lépcsőn feltűnt arcán az a kenetes, önérzetes mosoly, mely azt jelentette, hogy itt ugyan minden a közé, de tulajdonképpen csak az ővé, és ő itthon van, sokkal inkább, mint lakásában. Ismét köszönt a portás. Jól fésült titkárja az előszobában fogadta, már osztályozta, megrostálta látogatóit, akiket még egy gondos selejtezés után engedett színe elé. Ezeket Vizi leültette s rendszerint bocsánatot kért, hogy nem mindjárt lehet rendelkezésükre. Panaszkodott a sok dolog miatt. Kedvenc szavajárása volt, hogy meghalni sem ér rá. Nyomogatta az íróasztalon álló csengettyű billentyűzetet, mint egy zongoraművész. művész. Hivatalosan beszélt a vidékkel, behívatta referensét, ettől elkért egy aktát, fejcsóválva olvasta, vitatkozott vele barátian, de fölényesen, hogy hatalmát az idegenek előtt is éreztesse. Aztán vendégei felé fordulva megkérdezte, nem parancsolnak-e egy szivart? Az igellő válaszra kulcsait előkotorázta hátsó zsebéből, kinyitott egy asztalfiókot, nem sietve, hogy késleltesse a beteljesülés pillanatát, majd a doboz aranyozott fedőlapját félrehajtva eléjük tárta a szalagos szivarokat, melyek a reprezentációs szivarokhoz tartozván karrierjét voltak hivatva előmozdítani. Amíg tűzzel szolgált, lelkében elintézte, hogy egyel kevesebb szivarja van, s az aranyozott fedőlapot visszahajtva a dobozt ismét elzárta. Szerette ezt a szertartásosságot és szerette a hivatal szellemét is. Délfelé kongott a harang, hirdetve, hogy megérkezett a miniszter. Az épület szinte templommá változott. Még a komoly állami fák is ünnepibben álltak az udvaron csinos vasrostéjaikban. Láttad, kérlek, a kegyelmest? Jó kedvében van ma? Pénzt akarok kunyorálni annak a szerencsétlen iparkamarának – Szervusz, kegyelmes uram, szervusz, méltóságos uram, a legalázatosabb szolgád vagyok. Barátai vették körül, akik előbújtak a bécsi ellenforradalmi tanyákról, vidéki birtokaikról, mind úri emberek testben és lélekben, mind kimosdottan és szagosan, az ődök kolony és a purzsicsán dohány illatát lehelve. Ölelgették, veregették a vállát, ünnepelték, mert valamit hallottak, hogy elcipelték a parlamentbe. Ők is panaszkodtak, hogy mennyit szenvedtek, hogy mit raboltak tőlük azok a gonosztevők. De mégis éltek és együtt voltak. Tegeződtek fiatalok az öregekkel, a második fizetési osztálya nyolcadikkal, mint egy nagy család gyermekei. Valami bájos, atyafiságos érzésben olvad föl mindenki. Folyton szolgálatra készen a hivatalban és hivatalon kívül, megadva a titulust és respektust mindenkinek, katonai fegyelemmel és bizonyos önfegyelemmel is, abban a tudatban, hogy minden kölcsönbe megy, s később a ranglétrán bárki eljuthat a legmagasabb fokig. Ez volt az ő világa. Több, mint az otthona. A mindene. Vizi kitűnő hivatalnok volt, szorgalmas, lelkiismeretes is. Ezt a föllebb valói és alárendeltjei egyaránt elismerték. Még a szociális érzésre hiányzott belőle. Ha ügyes, bajos emberek fordultak hozzá, tüstént írta az utalványt valamely szervhez. Olykor maga is áldozott a módjához mérten egy árvaház, egy szanatórium fölállítására. Nem tűrte azonban, hogy egyénileg zaklassák mert akkor mire valók a hivatalos intézmények? Azzal sem lehetett vádolni, hogy visszaéléseket követett volna el. Közpénzekből egy fillér se sikkadt a kezén. De bolondja és balekja lévén a szívességtevésnek abban a reményben, hogy szívességét viszonozzák régi ismerőseinek, iparosoknak, Kereskedőknek megrendeléseket, különböző engedélyeket eszközölt ki, akik ezt azzal hálálták meg, hogy nem hagyták fizetni, mikor üzletükben vásárolt. Ezen ő minden alkalommal megütközött, helytelenítette is, de fájt volna, ha a várt meglepetés elmarad. Neve napján, a régi híres kornél napokon a különböző iparágak, kereskedelmi cégek kisebb-nagyobb ajándékokkal kedveskedtek. Húst küldtek, tortát, likört, úgyhogy bőségesen kitelt a vendégséges asztal. Egy-egy gyűrűt, egy-egy ezüstórát is kapott, melyet puritánságára való tekintettel nem használt, csak az üvegszekrénybe zárta, s bús pillanataiban nézegette. Ezek az ajándékok közel sem értek föl a nekik tett szívességekkel, de jól estek, növelték önérzetét, bizonyos fakó költészetet árasztottak életére. Most is ezeket a barátságokat ápolgatta, ezeket az érdekszálakat bogozgatta a polgári kaszinóban, a bizottsági üléseken, a pártvacsorákon éjjel-nappal. E mozgalmas időkben akart ugrani egyet azon a ranglétrán, melynek legmagasabb fokán már tíz éve megtorpant. Egy este vacsorára volt hivatalos az államtitkárhoz. Vizi ilyenkor nyájas szalonemberréved lett, még feleségével is elbeszélgetett. Ezt az alkalmat használta föl Viziné, hogy beavassa őt. Mielőtt elmentek, a házmester lakásba csalta. Vizi már másképp tárgyalt. Nem ismervén az ügy ezer ága bogát oly fölényesen léphetett föl, Mintha a minisztériumban egy elintézetlen aktát sürgetne valamelyik hanyag fogalmazójától. Felesége büszkén tekintett rá. Mégiscsak más az, ha egy férfi beszél. Csak ennyi volt az egész. Mi van azzal a cseléddel? Nekem megígérte, méltóságos uram. Ha megígérte, akkor jöjjön és teljesítse kötelességét. Jönne az, de eddig az úr nem akarta engedni. Hogyhogy? -hogy? Fölmondott a cselédje és elfogadta? Akkor ehhez nincs joga. A törvény világosan meghatározza a gazda és cseléd közti jogviszonyt. Ezt föltétlenül respektálni tartozik. Igen, szólt Ficsor áhítatosan a latin szó hallatára. Szóval velünk ne bolondozzék. Ha nem áll be a helyébe, rendőrökkel hozatom ide. Megmondhatja, rendőrökkel. Ficsornak és feleségének csak ez kellett. Úgy álltak, mint a villám sújtottak egymásra meredve. A börtön árnya húzódott végig lakásukon, kiterjesztették kezüket, mintha tiltakoznának a vád ellen, hogy ők valamit is elmulasztottak, de úgy is, mintha védekeznének a rájuk szakadó csapás ellen. Vizi befejezte mondókáját. Szégyelte, hogy ebben a csirkepörben ennyire ladba vetette presztizsét. Tekintetét körül jártatta a pincelakásban. A konyhán másfél méterre fölhúzódott a talajnyirok, tenyérnyi fekete rózsákkal cifrázva a falakat. Penészszak csavargott, áporodott nedves, melyel elvegyült a tűzhelyen piruló vöröshagyma bűze. Az ablak oly alacsony, hogy az utcai járókelőknek csak a térdüket látni. Itt várakozott ő, amikor feleségét a parlamentbe vitték, s ficsort leste hosszú-hosszú órákig azon az alacsony dagasztószéken, melyet most megfújtak neki, hogy leüljön, csak egy pillanatkára, hogy el ne vigye álmukat. De ő nem ült le. Piszkosnak találta. Attól félt, hogy beszenyezi szalonkabátját különben is úgy emlékezett, hogy akkor a konyha berendezése valamivel csinosabb volt. És akkor szinte meg is áhította azt a csöndet, azt a bibliai igénytelenséget. Egy dívány állt akkor valahol, melyre szeretett volna leheveredni. Ez lenne az. Ez a süppett, kérdemült dívány, amelyből csombókokba lók ki a tengeri fű. Egy csempe bögre égtelenkedett egyik sarkában, meg egy piaci szatyor abból a májva szín bársonyból, mely valaha a máv első osztályos fülkeüléseit borította, de a forradalom után feltűnt itt-ott, a proletár anyák még bugyogót is vartak belőle növendékgyermekeiknek. Elámult a -e kopárság láttán. Zsebkendőjét orrához tartotta, ideges pillantással sürgette feleségét az még egyre tárgyalt, kóvályogva, asszonyi tertelenséggel. Tehát beszéljen vele, kedves Ficsor, és mondja meg neki, hogy határozza el végre magát. néze, talán ígérje rá a bérére. Kell is annak bér, nem törődik az a pénzzel. Nem, villant meg vizinészeme. Hát mivel törődik? Talán szeretőket tart? Az, és Ficsor megfeledkezve a köteles tiszteletről, könyökével oldalba bökte vastag feleségét, s röhögött. Hallod, az Anna szeretőket tart! Ficsorné fölhúzta ajkát, kivillantotta sárga lófogait, és úgy vihogott azon, hogy az Anna már, mint az Anna, szeretőket tart. Viziné kíváncsi lett. Talán a gyomrát szereti? Annyi teszik az, mint egy madár, de hát akkor mit szeret? A munkát, méltóságos asszonyom, mondta Ficsor. A munkát! Olyan lány az, mondta a házmesterné, hogy meg kellene aranyozni a kezét, és mosolygott, mint aki határozottan lát valakit. Viziné maga se tudta, hogy a e két kijelentés közül melyik hatott rá mélyebben. A házmester velős, minden szólam nélkül való biztatása, vagy a házmesterné szinte költőjen egyszerű beállítása mind a kettő általánosság volt. De néha az általánosságban van a legtöbb tartalom, mert nem köti meg képzeletünket, és szabadjára hagyja csapongani. Katica még ott volt nála, de már csak félig. Hagyta, hadd csináljon, amit akar. Lakását se rakatta vele rendbe. Majdnem örömmel szemlélte, hogy gyülemlik napról napra a pora piszok. Amint Katica ásítva és álmosan eltehinkedett a konyhában, a másikat látta helyette, mellette és mögötte, aki majd mindent helyrepótol és fürgén, csodálatosan gyorsan mozog, mint egy tündér. Majd ő, aki csak a munkát szereti, a munkát, és egyes nehezebb munkákat egyenesen félrerakott számára, mint holmi becses ajándékot egy kedvesünknek, akit különösen ki akarunk tüntetni mindent tőle várt. Mikor lehúnyt a szemét, megjelent az, akiről csak azt tudta, hogy meg kellene aranyozni a kezét. Az aranykezű cseléd, ez az aranykész pedig, mely mint egy tömör, sárga aranyból volt, meg megcsillant a homályban, s vezette őt tovább, tovább. Csak hogy történt valami. A románok átköltözködtek közvetlen közelükbe a Kristinába, Akikre első hetekben ájult meglepetéssel tekintett, úgy jártak háza előtt, mintha ott születtek volna. Annyira megszokta őket, hogy rájuk se nézett. Vasárnaponként a karcsú fekete tisztek befűzve a parfümtől büdösen sétálgattak a bástya sétányon egy orfeumcsillag társaságában. Kirándultak az Istenhegyre a füvön uzsonnáztak alkalmi babájukkal, kodakjaikkal lefotografálták őket. A Philadelphia kávéházban magyar nótákat húzattak fülükbe, melyeket valaha erdélyi diákkorukban, mikor szerelmesek voltak, maguk is vágyakozva daloltak. A legénység a vérmezőn ütött szekértábort, Este a kondérokban vacsorát főztek, tábortüzek gyulladtak, s a budai szolgálók, akik már régen nem láttak igazi katonákat, csak a féle zöldkáderes lógósokat, meg vörös hektikásokat, körülállták őket. Katica Lajosát lecsípte a rendőrség, mint rovott múltú betörőt. A lány fogott magának egy románt, egy alig húsz éves havasalföldi pásztort. A vassisakos vitéz még soha életében nem látott így szép nőt. Derekát átölelve, kezét kezébe téve sétálgatott vele a vérmező körül, bámulta pirosra festett száját, angyalszőke haját. Jelekkel esküdözött, hogy feleségül veszi, csak jöjjön vele Romániába. Minden nap virágcsokorral várta a kapu előtt. Gyakran bement a lépcsőházba is. Ezen mindenki fölháborodott. Etel többé nem állt szóba Katicával, ezzel a hazárulóval, Stefi pedig azt híreztelte, hogy Katica román kém. Fiziné csapkodta a kezét, hogy micsoda botrány, micsoda szégyen a házára, de intézkedni nem mert. Félt a megszálló sereg bosszújától. Druma ajánlott levelére sem érkezett válasz. A helyzet tűrhetetlenné vált. Kezébe vette a napernyőt, s egyes egyedül elindult. Poros szürke alkonyat volt, mely a nyár derekán az őszre emlékeztetett, amikor majd korán sötétedik, és a kéményeken besivalkodik a vihar. Botladozott a hepehupás tabáni lankán. Az ismert Kristina a cirkáló járőröktől idegennek egy különös gyarmatnak tetszett. Tudta, hogy a ház körülbelül hol lehet. A házmester beszélgetésük során többször elmagyarázta, hogy egy bába is ott lakik, Karvai Erzsébet, kün van a cégére, kisbaba, akit kádban füröztenek, s a házba gerendás kapuajon lehet bejutni. Bartosék üvegajtaja az udvarra nyílik, a falon Szent Flórián képe, alatta egy piros mécs. Az Árok utcában csupa földbe düledék viskó van, egyik olyan, mint a másik. Ezek között eltévedt. Egy roskatag vityilló előtt üldögélt valami félhülye nénike, az nehezen megértette, hogy mit keres, és fölvilágosította, hogy valamivel följebb ment, vissza kell fordulnia. Sietett, mint aki valami tilosat művel. Az emberek bizalmatlanul figyelték. Félni kezdett. Egy gyöpös dombra érve megpillantotta a Karva cégérét, a fürdő csecsemővel, s a kapuajba lopakodott. A Szent Flórián kép a lobbadozó piros mécs a falon, biztatóan intett feléje. Az volt a terve, hogy kihivatja beszélvele vele, elcsalja, ha lehet azonnal, de minden esetre meg akar győződni, hogy milyen. Kis táskájában kotorászott, pénzt vett ki, hogy valakivel beizenjen érte. De az Árok utcában lélek se járt. A szűk, piszkos udvar fölötte az ónszín égboltal elhagyatott volt. Belül hangokat hallott, nő hangokat és gyermek hangokat, tétován. A szél egy ablakot csapott be, falhoz lapulva várt. Az a bizonyos üvegajtó egyszerre kitárult, és az udvarba szaladt egy mezitlábos fiúcska, a bandika, utána egy nő. Viziné szíve megdobbant. A nő Körülbelül olyan magas volt, mint ő, de izmos, tagbaszakadt, szakadt, sárgás barna, nagy kócos haja és sűrű szemöldöke szénfekete. Valami színehagyott bordóruha lógott Ravula. Rohant a fiúcska után, aki a kerekeskút kávája körül csintalankodott, elkapta a fiúcska kezét, megfenyítette, aztán szeretettel karjára kapta, többször megcsókolta, úgy vitte be a lakásba. Pár perc múlva megint kijött egy bádoglavorral. Vizet húzott a kútnál, teleöntött a lavort, s amint befelé indult, oldalt pillantott. Tekinteteik ekkor találkoztak. Viziné a napernyőjét kisé fölemelve intett neki. Aztán a bal kezével is intett. A nő ezt nem vette észre, talán nem is értette, ismét besietett. Nem mutatkozott többé. Már sötétedett. Később egy férfi lépett be a kapun, nyilván a szemlész, aki csak bámult, hogy mit keres itt egy úriasszony. Jónak látta kereket oldani. Nem egészen úgy sikerült, ahogy tervezte. Mégsem bánta meg a kalandot, mert most tulajdon szemével látta, hogy erős, iparkodó deréklány. Főképp azt tetszett, hogy oly nyájas volt ahhoz a gyerekhez aztán legalább szilárd anyagjelet képzelődésének. Otthon eldicsekedett Ficsornak. Láttam. Hogy tetszik, méltóságos asszony? Hát, nem rossz képű. Áldott teremtés, az majd megtetszik győződni. De mikor? A napokban. Most már találtunk a helyébe egy lányt, ma mondták, hogy elengedik. Ne tessék nyugtalankodni. Etel és Tefi, mikor a második emeleti folyosó két szembe levő ajtajában ülve kavargatták a tortának való cukros tojáspépet, erről társalogtak. Annának hívják. Igazán? Drumáné terjesztette a hírt, aki minden plegykát kiszimatolt. Ez a sótalan, ízetlen, tüneményesen műveletlen kis asszonyka a háborúban közönséges ápolónő volt, akkor vétette el magát azzal a gyönyörű urával, amikor az fejlővéssel feküdt a Marosvásárhelyi hadikórházban. Alattomosan settenkedett a lépcsőházban egy egérke módjára, cincogva beszélt. Egyszer Viziné háta mögé került, s rátört a maga tapintatlanul bizalmaskodó modorával. Hallottuk, hallottuk, mit fizetsz neki? Moviszterné is tőle tudta meg. A szép doktorné rózsás kalapjában főpróbára ment, amelyre szabad jegyet kapott valami színész ismerősétől. Megint egy új irodalmi siheder kísérte. Vizinét a kígyótéren pillantotta meg, megállította, erre terelte a szót. Ne mond édesem, tehát még helybe se állt, azt beszélték, hogy már tegnap beszegődött. Viziné rázta a fejét. És amint múltak a napok, Anna jótékony alakja csak kötkép remegett előtte, egyre messzebb és messzebb. Sokszor már azt hitte, hogy ábránd az egész, és az, akit látott, voltaképp nincs is.